1-2. 1-2. Azért hívtam össze kegyelmeteket, hogy mindenki számot vethessen magával. Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövőjét, nyitva még a kapu. Nekem férfiak kellenek. Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Akinek reszket az ina a közelgő zivatartól, hagyja el a termet, mielőtt tovább szólanék. Mert meg kell esküdnünk a vár védelmére. Olyan esküvel, hogyha azt megszegi valaki, meg ne állhasson holta után az örök Isten szeme előtt. Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek. Esküszöm, hogy a várat pogány kézre jutni nem engedem. Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom. Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet. Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám. A mi állapotunkban azt parancsolja az okosság, hogy vasból legyen a lábunk, míg a király serege meg nem érkezik. A várat lőni és rombolni fogják, s meg lehet ledöntik a falait, amely valameddig védelmet fog bennünket. De akkor aztán nekünk kell előállnunk, s ahogy a falak védtek bennünket, úgy kell nekünk védenünk a falakat. A falra hágó ellenség ott fog találni bennünket minden résen. A magyar nemzet sorsát nem engedjük kicsavarni a kezünkből. Soha!
Subkárpátika civil szervezet, a KMKS Ungvári középszintű szervezet és a Császlóci polgármesteri hivatal nevében sok szeretettel köszöntök mindenkit az első dobónapon, melyet hagyományteremtő céllal indítottak útjára a program házigazdái. A dobónap nyitó akkordjaként Dobó István vitézekhez intézett beszédét hallották az egri csillagokból Rigó István, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnökének tolmácsolásában. Külön köszöntjük körünkben Mányi Istvánt, Magyarország beregszászi konzulátusának konzulját. Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnök helyettesét. Mackó Istvánt, az Ungvári Járási Tanács elnök helyettesét. Kántor Józsefet, az Ungvári Járási Tanács KMKS OMP képviselőfrakciójának tagját, a Nagydobronyi Középiskola igazgatóját. Bátori Józsefet, a KMKS OMP járási képviselőjét, az Ungi Református Egyházmegye főgondnokát. Vacsilja Tetyánát, Kincses Homok polgármesterét. Pivkács Ivánt, Verbiás polgármesterét. Nagy Dajka Enikőt, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség Ungvári járási elnökét. Molnár Eleonórát, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnökét. Józan Lajost, református lelkipásztort. Rigó Istvánt, Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnökét. Őrhidi Lászlót, a ProAgrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökét. Köszöntjük a KMKS megjelent alapszervezeti elnökeit, a szervezet járási és helyi szintű képviselőit. A szervezők részéről köszöntöm Kudlottyák Krisztinát, a ProKultúra Subkárpátika civil szervezet igazgatóját. Balog Líviát, a KMKS Ungvári középszintű szervezetének elnökét. Roják Máriát, Császlóc polgármesterét, a Császlóci KMKS alapszervezet elnökét. Felkérem Kudlottyák Krisztinát, hogy nyissa meg a rendezvényünket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az első dobónapon. Ez egy újabb alkalom, egy újabb rendezvény, egy új kezdet. Ez egy olyan rendezvény, amelyet közösen, civil összefogással hoztunk létre, és amelynek az a célja, hogy erősítse a közösségünket. Ennek a kis közösségnek a jövője és a múltjában van, a múltja pedig a kultúrájában és a történelmében. Erre alapozzuk ezt a rendezvényt is, amit Dobó egykori birtokán szerveztünk itt Császlócon. Reméljük, hogy ez a hagyomány tovább folytatódik majd minden éven, és köszönetet szeretnék mondani a partner szervezeteinknek azért a készséges segítségért, azért a hozzáállásért, ahogy ezt a rendezvényt elkezdtük, és ahogy ezt a rendezvényt végbe visszük. Még egyszer mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg itt azt a kis örökséget, azt a kis kincset, amit tovább visz magával a hétköznapokba. Legyen ez a nap egy útmutató arra, hogy a kultúránkat, a hagyományainkat őrizni kell. Felkérem Balog Líviát, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, engedjék meg, hogy a társszervezők nevében, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári járási nevében
Én is tisztelettel és szeretettel köszöntsek mindenkit, aki eljött ma is, megtisztelt bennünket az első dobónapon, amit reméljük majd sok-sok követ még az elkövetkezendő években. És engedjék meg, hogy örömömnek adjak hangot, hiszen egy újabb kulturális rendezvényen bővült az ungvári járás, én azt gondolom eddig is elég színes palettája. Amikor egy évvel ezelőtt a Prokultúra Szubkarpatika Társadalmi Szervezet ötletére összejöttünk az első megbeszélésre, akkor számos célt tűztünk ki ezen rendezvény elé, akkor még a jótékonyság az nem volt közöttük, mára már azonban átírta ezt az Ukrajnában zajló események átírták, és ma már jótékonysági rendezvényként is hirdettük meg. De emellett célunk volt az, hogy a más járásból jövő külföldről, az anyaországból érkező vendégeknek, illetve az ungvári járásban működő társadalmi és civil szervezeteknek, gyermek, ifjúsági, nyugdíjas kórusoknak, tánccsoportoknak egy újabb teret biztosítsunk arra, hogy bemutassák magukat, hogy bemutassák az ungvári járás gazdagságát. De elsődleges célunk természetesen az volt, hogy egy olyan történelmi egyéniségnek a kultuszát emeljük, mint Dobó István. Dobó István, aki az Egri vár védelmezőjeként vonult be a magyar történelembe, és aki egy olyan emblematikus személyiség lett, köszönhetően természetesen Gárdonyi Gézának és az Egri csillagoknak, akiről mindenkinek az jut eszébe, hogy ő egy hős, ő az a hős, aki soha nem adta fel. Nem adta fel az Egri várat akkor sem, amikor sokkal nagyobb létszámú ellenség állt vele szemben. Én azt gondolom, hogy ma önöknek, akik társadalmi és civil szervezetként, egyesületként jelen vannak, valamiben hasonlít a céljuk a Dobó céljához. Hiszen önök azok, akik itt Kárpátalján a végeken falakat, bástyákat védenek. Önök azok, akik a magyar nyelvet védik, önök azok, akik a magyar kultúrát védik. Ezért tehát köszönöm minden segítő kéznek, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek a programnak a létrehozásában, hogy ez a mai rendezvény létrejöhetett. Kívánok mindenkinek tartalmas szórakozást! A helyi szervezők nevében Roják Mária köszönti a jelenlévőket. Milyen tisztelt mindannyiunk, akik itt Császlócon, ezen a dobónapi rendezvényen egybegyűltünk. Hatalmas megtiszteltetés számomra, számunkra, hogy Császlóc adhatott otthont ennek a rendezvénynek. Nem tudom, mivel lehet ezt megköszönni a szervezőknek, a segítő kezeknek, mindenkinek, aki itt van. Én csak azt szeretném, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezze magát, és ez a kisfalu, hogy helyt adott ennek a rendezvénynek, vigyék kisfalunk hírnevét, hogy itt nagyon jó volt. Reméljük, hogy ez az első alkalom, de nem az utolsó, és minden éven Császlócon fogunk összegyűlni, hogy ismét együtt tanuljunk, bátorítsuk egymást, megnézzük, ki mit csinál, és merítsünk belőle. Még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy igen, mi itt ünneplünk, de sajnos vannak olyan helyek, ahol másképpen zajlanak a dolgok, és ezért szeretnék mindenkit megkérni, aki hozzá tudna járulni, mivel ez egy jótékonysági rendezvény is egyben, hozzá tudna járulni a családok megsegítésére, akik rászorultak, akkor bátran kitettünk egy turnát, ide lehet jönni, és amivel tudnak, avval járuljanak hozzá. Mindenkinek kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást, remélem mindenki nagyon jól fogja magát érezni, és köszönöm szépen, hogy itt vannak. Bartók Erika, nagydobronyi népdalénekes, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folytatta tanulmányait. Az intézményben kezdett el népzenével foglalkozni. Moldvai népdalcsokrot hallhatunk tőle. A folyó víz vonik, bánatot nem tudni. Hegyek, völgyek között zengedezve járni. Hegyek, völgyek között zengedezve járni. Kaszáló részekre porondot hajtani. Kaszáló
hallani. Kövicses vízmartján violát nevelni. Vetettem violát, várom kinyílását. A régi rózsámnak visszafordulását. Kinyílt a viola, kies virágóza. Az régi rózsám vissza nem jött soha. Akkor szép az erdő, mikor zöld. Akkor szép az erdő, mikor zöld. Mikor a vadgalamb belé költ. Mikor a vadgalamb belé költ. Akkor szép a rózsa bokorba. Akkor szép a rózsa bokorba. Mikor kötik gyöngykó szorúba. Mikor kötik gyöngykó szorúba. S azt felteszik kislány fejére. S azt felteszik kislány fejére. Örökös buszá lesz szívire. Örökös buszá lesz szívire. Anyám lánya, hol voltál az este? Anyám lánya, hol voltál az este? Én anyám a virágos kertbe. Én anyám a virágos kertbe. Anyám lánya, hát ott mit csinálta? Anyám lánya, hát ott mit csinálta? Én anyám a virágot szedte. Én anyám a virágot szedte. Anyám lánya, hát az kinek szedte? Anyám lánya, hát az kinek szedte? Én anyám a szép szeretőmnek. Én anyám a szép szeretőmnek. Felkérem Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét, a Kárpátaljai Magyar Megyei Tanács első elnök helyettesét, hogy ossza meg velünk a rendezvénnyel kapcsolatos gondolatait. Tisztelt konzul úr, elnök asszonyok, igen tisztelt jelenlévők! Ez az első dobó ünnepség itt Császlócon, és dobónak az emléke szülőföldjén, hiszen a nem messze lévő Dobóruszkán született, illetve Szeredjén halálozott el, újra megelevenedik Ungvidéken, ahol ez a magyarságnak egyik legkiemelkedőbb alakja, az egri várkapitány, az egri hős, életének a nagyobb részét töltötte és élte. Nagyon érdekes, rendkívül kalandos sorsa volt ennek a nagy reneszánsz személyiségnek, hiszen Mohácsi csatában, később Mohács után Ferdinándnak a pártján, egri várparancsnokaként, Erdélyben, báróként, Szamosújvárvárat védve a török elől, később a császár által börtönbe zárva, hatalmas pályát futott be, kalandos életet, és 70 évet élt. Érdekes az, hogy 2008-ban találták meg a szarkofágját Dobóruszkai templomban, és megtalálták a csontjait is. 180 cm magas volt, ebben a korban ez óriás termetnek számított. Ez mutatja azt, hogy nekünk itt, kárpátaljai, ungvidéki magyaroknak igen nagy múltunk van. És erre a múltra nekünk mindig emlékezni kell, ebből a múltból kell nekünk erőt meríteni a jövőhöz. Hiszen a feladat most sem más, az itt élő maroknyi magyarságnak, mint amilyen feladat Dobó Istvánnak és a 2000 várvédőnek volt Eger várában. Nemzetünknek a védelme. Mi is épp úgy, mint Dobó és társai az egri várat, nekünk is védenünk kell itt nemzetünket,
nyelvünket, kultúránkat ebben a rendkívül nehéz helyzetben, ami a világnak a fejtáján most jelenleg kialakult. Elmondta Roják Mária tanácselnök asszony, hogy ez egyben jótékonysági rendezvény is. Azt szeretném még hozzátenni, amit ő elfelejtett mondani, hogy ez a gyűjtés azoknak a családoknak folyik, akiknek a hozzátartozói jelenleg a hadseregben harcolnak, megsebesültek, illetve elhaláloztak. Nagyon sajnos az, hogy ilyesmiről kell most jelenleg beszélnünk, csak reméljük azt, hogy mihamarabb eljön a béke. De ennek ellenére az ilyen rendezvényeknek megvan az a szerepe, hogy mi továbbra is itt vagyunk, ápoljuk nyelvünket, kultúránkat, és emlékezünk azokra a hősökre a régmúltból, akik sokat tettek azért, hogy mi ma itt lehessünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérem Mackó Istvánt, az Ungvári Járási Tanács elnök helyettesét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt jelenlévők, elnök asszony, elnök urak! Engedjék meg, hogy mielőtt átadjam önöknek az Ungvári Járási Tanácsok képviselőtestület és jómagam jó kívánságait, megköszönjem a lehetőséget, hogy itt lehetek önökkel, és megoszthatom önökkel a mai első dobónap ünnepi pillanatait. Még nem is olyan régen, új év előestéjén dobó fivéreknek falutáblát adtunk át, amely a Szerenyei Polgármester Hivatal falán van elhelyezve, és akkor megfogalmazódott egy olyan ötlet a konzulátus részéről, a KMKS részéről, hogy ilyen vidékünk, ilyen történelmi egyéniségén, mint a dobófivérek, Dobó István megérdemelnek egy egész napos rendezvényt. Ma pedig itt vagyunk, és köszönöm a szervezőknek, a társszervezőknek, hogy ilyen szépen megszervezték a mai napot, és kívánom mindenkinek, hogy a mai kulturális programhoz jól érezzük magunkat, gazdag képzőművészeti kiállítások várnak ránk, úgyhogy sok sikert mindenkinek, és békés napokat kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen! Felkérem Pifkács Ivánt, Verbiás polgármesterét, tartsa meg ünnepi beszédét! Шановні друзі, гості, присутні, дозвольте мені від себе особисто і від імені Вербіаської сільської ради, від імені всієї Воловеччини привітати вас на вашому зібранні, побажати вам, прежде всього, мирного неба, Божої благодаті і всього найкращого. Nem tudom, hogy van-e szükség arra, hogy tolmácskodjam. Pivkács Iván csak annyit mondott röviden, hogy üdvözöl mindenkit, barátait, ismerősöket, jelenlevőket, és mindenkinek a saját maga nevében, a tanács nevében szeretne jó egészséget és minden jót kívánni. Mindenki érezze magát nagyon jól. Köszönjük szépen neki! Kerekes Miklós, Ajakváros polgármestere nevében Kovács István köszönti a jelenlévőket. Szeretettel köszöntök itt mindenkit a polgármester úr nevében és az ajakiak nevében Császlóson. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és nagy öröm számunkra, hogy látjuk ezt a színvonalas rendezvényt itt. Olyan, mintha Magyarországon éreznénk Magyarországon lennénk, szinte otthon érezzük magunkat. Igaz, hogy mi elég gyakran megjelenünk itt, ajakiak, szívesen jövünk, azt látjuk, hogy szívesen fogadnak bennünket. Úgy gondoljuk, hogy a mi szerepünk egy hídépítés az anyaország és a kárpátaljai magyarok között. Reméljük, hogy ez a továbbiakban is így lesz. A színvonal, amit itt láthatunk, az felemelő számunkra, a magyar szó szintén jó érzés. Kívánom mindenkinek, hogy szép napot és jól érezze magát. A
nap további részében a színpad az ungvidéki népzenei és népművészeti csoportoké. Fogadják őket szeretettel. A Csipkés Együttes 2013 tavaszán alakult Váradi Enikő és Jakab István vezetésével. Céljuk a magyar népi kultúra ápolása és a táncházmozgalom felvirágoztatása. A fellépők sorát viski, bodrogközi, kalotaszegi táncokkal és népdalokkal, valamint egy román forgatóssal nyitja meg az együttes.